Sziasztok! Ubiquiti hírek. Láttuk mögöttünk egy kiváló dream volt, ami ugye nemrég egy early access beszerzés eredménye. A termék, ha jól tudom, még kereskedelmi forgalomban, nem, kapható. Így van, az első videónk iránt elég nagy érdeklődést mutattatok, amiben is bemutattuk a terméknek a főbb jellemzőit. És most nemrég kijött egy ö, első nagyobb frissítés a termékhez, ami számtalan olyan új funkciót tartalmaz, amiről úgy gondoltuk, hogy érdemesen most beszámolnunk nektek. Mert általában az úgy van a ubiquiti mint minden más gyártónál, és hogy az ilyen klassz hardverek előbb, előbb megjelennek, mint ahogy a Software-fejlesztés odáig, hogy bizonyos funkciókat befejezzenek, illetve hát megkapjunk minden olyan apróságot, ami majd igazán ö, nagy ágyúvá teszi ezt a dobozkát. És egyébként sok funkcionalitás a jelenleg futó eszközökből hiányzik, amiket ez az új frissítés úgy látszik, hogy bepótol. Egy ilyen hiányzó funkcionalitás például a régen várt load balancing, amivel a meglévő elsődleges és másodlagos internet kapcsolatunk között tudunk sávszélességet szétosztani. Nagyon sokan kértétek, végre eljött. Ugyan nem egy szuper tökéletes megoldást kapunk, de látszik, hogy a cég követi azt a az amerikai modellt, mi szerint continuous improvement, azaz folyamatosan fejlesztjük a terméket, és mindig újabb és újabb foltokat, újabb funkciókat ö, hozunk a készülékeinkbe. A 7.2-es network, illetve a 2.5-ös firmware Child elhozza ezt a lehetőséget is. Ahogy az előző videónkban is ö, említettük, ez a megoldás leginkább a kis és közepes vállalkozások számára lehet ideális, vagy talán ide találta ki a gyártó. Mégis, ö, ha megnézzük azt, hogy mit kell nyújt, akkor ö, talán hiányérzetünk lehet, ugyanis néhány funkciót még ezért elviselne a termék. Nem tudom, hogy ebbe érkezett valamilyen előrelépés vagy fejlesztés, hogy meg a biztosabban lehessen használni ezt a terméket. Vannak változások ezen a területen is? azon felül, hogy végre a tárló lehetőségeknek a monitorozása is fejlődött, tehát végre a HDD-k és SSD-k monitorozása is precízebbé, pontosabbá válik, mindemellett megjelent a távoli sziszlog használatának a lehetősége, ami azért nagyon sok vállalati rendszernél elvárt követelmény, azt gondolom, hiszen a központi loggyűjtéssel, logelemzéssel tudunk például a behatolás védelem és egyfajta ilyen proaktív monitorozás felé elindulni. Viszont nem csak a firmware-ben kaptunk újításokat, hanem magában a network alkalmazásban is. Mondanál néhányat, a főbeket, amik szerintem fontosak? Amik nekem kifejezetten tetszenek, és bocs, hogy így belét folytam a szót. Korábban probléma volt az, hogy a van oldalon milyen IP-címünk van, és az, hogy lehet egyáltalán az eszközből kimaszírozni. Most egy egyenesen a dashboardra kivezették ezeket végre, és nem csak ezt az alapvető információt, hanem például az internet kapcsolatunk vitalitásával kapcsolatos uh, uh, grafikont, mérési lehetőséget. Ez azért elég impresszív. Gyanítom, hogy a következő lépés az lesz, mivel automatikus sávszélesség teszt lehetőséget is építettek az új networkbe, hogy majd ezek a dual van képességgel és load balance képességgel ellátott eszközök majd a mérés eredmények függvényében képesek lesznek majd a forgalmukat így és úgy megosztani a kapcsolatok között. Tehát vegyünk egy példát, ugye van egy viszonylag combosabb vállalati betápunk, és van egy kisebb sávszélességű tartalékunk, Ugye ezzel a lehetőséggel már akár használhatjuk a kettőt együtt, de hát nem azonos arányban. Jelenleg ezt egy csúszkával lehet a felületen állítani. Gyanítom, hogy közeljövőben meg fog jelenni egy olyan frissítés, amiben az adaptívvel fogja majd tenni a cég, és maga az eszköz felismeri a rendelkezés álló és annak megfelelően fogja szétosztani a terhelést. Hát ilyen nagyvállalatoknál egy pont a távoli hozzáférésnek a kérdése, és ha minden igaz, akkor ez a frissítésre itt is léptünk egyet előre. Így van. A... OpenVPN kérdés már viszonylag régi. Ugye eddig is ki lehetett faragni az OpenVPN-t, hiszen ha ügyesek vagyunk, akkor az SSH szolgáltatás bekapcsolásával be tudunk jelentkezni az eszközbe, és oda akár saját egyedi skripteket, szolgáltatásokat is fel tudunk barkácsolni, de azért ez nem egy kellemes, kényelmes módja, hiszen itt van az a remek network alkalmazás. Épp ideje volt, hogy az OpenVPN, mint egyelőre ugyan kliensként, de mint lehetőség megjelenjen. És nem csak OpenVPN klienst kaptunk ezzel az upgrade-del, hanem képzeljétek, site-to-site vpn vpn esetén is használhatunk most már OpenVPN-t, ugye eddig mindössze IP-szekkel manipulálhattunk, hogyha ilyesmit szerettünk volna konfigurálni. Balázs, egy kis extraként lehet, hogy érdemes lenne beszélnünk arról, amit említettél nekem, mert ha jól tudom, akkor ti a WireGuard-ban barkácsoltatok valamit, de miről is van szó? Valóban nem tudtuk megállni, hogy ha már itt volt ez a remek eszköz a műszaki támogatáson, akkor egy kicsit ne nézzünk a színfalak mögé, és próbáljunk meg vele valami újat. Biztos láttátok egy korábbi videónkat, amiben a MikroTik, illetve a RouterOS 7 WireGuard képességeit feszegettük. Megnéztük, hogy mi a helyzet a WireGuard lehetőségeivel DreamWall esetén. A helyzet elég bíztató. Már akkor is a videóban feltüntettük, hogy igen, a Ubiquiti által fejleszgetett viattára elérhető a, a WireGuard egy bizonyos verziója, de képzeljétek, hogy a Unify os is elérhető, ugyanis ezeken az eszközökön ugye nem a viatta rendszer fut. A Unify os egy kicsit könnyebb a helyzet, mindössze egy csomag telepítésével, pár scriptnek a lefuttatásával nagyon könnyen felélezthető. Nyilván a kellemetlenség az, hogy magán a network felületén nem kapjuk meg ezeket a szolgáltatásokat, hanem egy kicsit a mögötte SSH-ban, a konzolban kell ezt kibarkácsolnunk ki, kísérleteznünk. Balázs, meg is tudnád mutatni ezt a megoldást, mert hát ha más is fog érdekelni. Persze, nyilván ezt a megoldást nem mi főztük ki egyedül, egy interneten található megoldás alapján indultunk el mi is. Ennek a linkjét itt lent megtaláljátok. A telepítés lépései amúgy végtelenül egyszerűek. És nyilván azért van itt a laptop előttem, hogy ezt meg tudjam nektek most mutatni részletekben menően. Az első lépés először is, hogy a Unify konzolon aktiválnunk kell az SSH hozzáférést, hiszen SSH-val fogjuk majd ezeket a beállításokat elvégezni. Megmutatom, hogy hogyan. Ugye, itt van a volunk mint eszköz, a konzol beállításai között megtaláljuk az SSH szolgáltatást. Ezt bekattintjuk, ugye itt a mi eszközünkön már be is van, hiszen már elvégeztük ezt a konfigurációt korábban, és ez mellé állítanunk kell egy adminisztratív jelszót, amivel majd SSH-val be tudunk jelentkezni az eszközre. A következő tennivalónk magának a WireGuard telepítő csomagnak a letöltés, ezt az alábbi url találjátok meg. Az URL-ről egyszerűen letöltjük a csomagot következő lépés nyilván ennek a csomagnak a kibontása. A csomag maga a data könyvtárban a WireGuard mappa alá fog majd kerülni. Oda kerülnek azok a skriptek, amik a telepítésben fogják a rendszert segíteni, illetve ide hozzuk majd létre a publikus és a privát kulcsokat is. Ha esetleg kínainak hangzik a dolog, és még nem ismeritek, hogy a WireGuard hogy működik, hogy viselkedik, akkor ajánlom a korábbi videónkat, amiben routeros kapcsán, illetve hát Windows, illetve mobil alkalmazások tekintetéből is megvizsgáltuk már ezt a kérdést. Miután a csomag kibomlott, mindössze annyit kell tennünk, hogy a setup scriptet lefuttatjuk, ez elvégzi a megfelelő módosításokat a rendszerben, és ezután jöhet a kulcsgenerálás, illetve a konfiguráció. A kulcsgenerálás is nagyon egyszerű, ehhez a WireGuard Genki paraméterét fogjuk használni, először is egy privát, majd egy publikus kulcs generálását fogjuk elvégezni, rögtön egy lépésben mindkettőt. És látjátok is, hogy elkészült mind a privát, mind pedig a publikus kulcs. Ezeket kimásoljuk egyelőre, hiszen később egy konfigurációs fájlban fogjuk őket használni. Én már előkészítettem a korábbi laborjaink alapján egy ilyen konfigurációt, ezt egyszerűen az LTC per WireGuard wg 0 fájlba fogom beilleszteni. Miután ez megtörtént, nincs más vissza, mint egyszerűen elindítani a tanát. Ezt pedig a végé quick parancs tehetjük meg. Ha minden a forgatókönyvnek megfelelően halad, akkor nyilván meg fog jelenni egy végén interfész, és azon keresztül el fogjuk tudni érni majd a, az ellenoldalt. Remek módja annak, hogy egyszerűen és gyorsan, pláne biztonságosan hozzákapcsoljuk akár egy másik uh, Ubiquiti rendszerhez, vagy akár egy idegen WireGuardot futtató rendszerhez, a DreamVolunkat, vagy akár a DreamMasinunkat, vagy az UDM Pro-unkat. Persze az a gond, hogy mivel ugye ez egy felhasználói beavatkozás, ez a folyamat és a script maga nem fog lefutni, akkor, ha esetleg a DreamVolunkat vagy a DreamMasinunkat újra kell indítani, ezért van még egy utolsó lépés, ami az autostartot uh, fogja elvégezni a rendszer indulásakor. Ehhez szintén egy fájlt kell módosítanunk és pár parancsot kiadni. Nézzük, hogy hogyan szintén létrehozok egy konfigurációs fájlt, amit persze én előre már megírtam. Ez valójában a SystemD komponensnek egy konfigurációs fájlja. Megadom az indítási paramétereket, ugye itt látszik a fájl közepén, hogy a végén 0 interfészt fogom vele elindítani. Tehát ha több interfészetek van értelemszerűen ezt a sort, akkor többször kell szerepeltetni. Majd a System Control-al először is újra töltetem a démon paramétereit, ezzel ugye bekerülnek a, az újabb konfigurációs fájlok a rendszerbe. Engedélyezem magát a WireGuard szolgáltatást, és ennyi volt az ösztenni valunk. Innentől, hogyha újra is bootra volunk, indulnak a WireGuard tanálaink is. Cool. Annyira könnyen mert ez a beállítás, hogy olyan, mintha már meg lenne az egésznek ágyazva. Szóval szerintem számíthatunk arra, hogy ez előbb utóbb meg fog jelenni, mint támogatott szolgáltatás, nem gondolod? Mi is így gondoljuk, azért egy tunnel, egy újfajta VPN típus bevezetése egy, egy operációs rendszeren általában nagyobb nehézségből szokott ütközni. Nekem is az az érzésem, hogy a WireGuard-ot hamarosan üdvözölhetjük a fedélzeten, mint új VPN technológiát. Hát a videónk kereteibe körülbelül ennyi fért bele, igyekeztünk nektek a legizgalmasabb és legfontosabb újításokat bemutatni. Ezen kívül, hogyha megnézzük a change logot, akkor még körülbelül 90 különböző bejegyzést tartalmaz, tehát rengeteg újítás érkezett most el hozzánk. Mi már nagyon várjuk, hogy a Dreamwalk kereskedelmi forgalomban is kapható legyen. Nem véletlen, hiszen egy kiváló integrált terméket kapunk vele. A most bemutatott feature-ök nem a Dreamwall egyedi sajátjai, ezeket már ti is megtalálhatjátok a saját eszközeiteken, hiszen egy olyan szoftververziót, egy olyan terméket mutattunk be, ami már bárki számára hozzáférhető. Ha esetleg van kérdésetek, kommenteljetek, és tartsatok velünk legközelebb is. És ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok! Sziasztok!